olajat beleöntöm. Nagyon kicsi olajat kell. Szépen széjjel forgatom. És utána jöhet bele a tészta. Nem kell sok bele. Szép vékony legyen. Kiderül, hogy sikerül. Maradékot, ami fenn van a tetén, szétosztatjuk a tetén, szépen szét legyen. És valahogy így nézzen ki az egész. Majd utána pedig hagyjuk, hogy sűrjön pár másodpercig. Pár másodpercig hagyjuk, közben nézegessük az alját, nem éjjék meg. Ez még tiszta lágy, hagyjuk. Esetleg nézzük meg a gáznak az alját, hogy hol éri. Igazítsuk meg, hogy középen legyen, egyenletesen süljön át az egész. Közben látható, már is mutatom, hogy milyen szép lett. Majd mindjárt átfordítjuk a másik oldalára. Megnézzük az alját. Ezen az oldalon még nem olyan jó, de ezen az oldalon viszont már jó kompromisszumot kötünk. Ennek az alját is megnézzük, egy kicsit elrébb hozzuk. Én ilyenkor ajánlom a villanytűzhelyeket, mert annál könnyebben be lehet állítani, viszont a gáznál nem olyan könnyű. De ez most már nagyon szép lett, átfordítjuk. Ha esetleg felhúlyogosodik, kiszúrjuk egy kicsit, hadd menjen ki rajta a gőz. Láthatjuk, milyen szép lett az alja. Szépen megtartjuk. Kicsit felhajogosodott itt is, nem olyan nagy baj. Ezzel az láthatjuk, hogy az alja már nagyon szép. Most nem tudom, hogy hogyan kell átfordítani. Most fogjuk, felvesszük, és egy határozott mozdulattal egy kicsit arrébb ment, de nem baj. Megoldjuk mi együtt. Beleöntjük az olajat. Megint, mindjárt felszedjük azt a másikat, csak ő belerakjuk. Nyugodtan kell végezni a munkánkat, nem szabad stresszesnek lenni. Habár így szétosztatjuk a tetején, nagyon jó. És úgy hagyjuk, ezt visszarakjuk. Már is visszarakom a kamerát az eredeti állásba. Szépen sül a másik. Most így hagyjuk egy kicsit. Így né. Megnézzük az alját ennek is. Még nem kell, ezen az oldalon biztos, hogy kicsit erre alattabban állapotban van. Igen, másodtatom a kamerának, ha feljön. Remélem látható volt, ha nem, akkor elnézést kérek. Ezen az oldalon még egy kicsit hagyjuk. Így van. Mindjárt átviszem a kamerát egy másik oldalról, hogy meglássuk, hogy hogyan kell levenni a másik részét, illetve kirakni. Megáll a kamera, akkor nagyon jó lesz, illetve remélem, hogy látható lesz majd. Éppen ezért ide rakom. Így már biztos, hogy látható lesz majd. Szerintem pont oda néz a kamera. Nagyon jó. Meg lehet fordítani. Kicsit felhajagosodott, nem baj. Azért látható, hogy nagyon szép lett. Így né.
megvárjuk, amíg jó lesz. Így van, nagyon szép ólyagok lettek az alján, annak is kell lennie. Nagyon szép és pörsülések, és most figyeljenek határozott mozdulattal, kirakom oldalra. Beleöntök egy kis olajat. Kicsit sok tett, de nem baj. Az nem olyan nagy baj. Ezen még lehet korrigálni. Így. Nem most egy kicsit kisebb szelet lesz, de szétoszlatjuk. Így. Hadd süljenek magának. Nagyon jó lett szerintem. Lehet, hogy egy kicsit így néz ki, de nem baj. Még maradt egy kicsi varta. Palacsint a sütés második rész, amelynél be fogom majd mutatni, hogy mit kell csinálni, hogyha már a végén tartunk majd az egésznek. Átfordítjuk. És mivel egy kicsit még hagyni kell, ezért látható, hogy már milyen kevés van a tálban. Éppen ezért azt kell ilyenkor csinálni, hogy kicsit elforgatjuk a tálat, hogy az egyik sarkába belemenjen, itt van a tisztok, azt kiszedjük, és akkor pedig belemeljük az egészet a kanálba, hogy már ezzel ne kelljen foglalkozni. Közben megnézzük, szerintem már nagyon jó lett az alja, tökéletes, átfordítjuk. Nagyon jó, mindjárt megtekintjük az alját, következő. Nem kell bele sok olaj. Szépen egyenletesen eloszlatjuk, és mehet bele a tészta. Közepére próbáljuk önteni, és utána pedig szépen széjjel oszlatni. Az esetleges részeket pótolni, ahol kell, nagyon kicsiket. Így van, maradékos szétoszlatni a tetején, szétfolyatni. Már is mutatom, ami elkészült, nagyon szép lett, pont ilyen jó kis hólyagoknak kell lennie rajta, és akkor finom lesz. Itt látható a következő adag, ami most készül. Most akkor pedig megint elemeljük a kanalat. Sajnos nekünk csak gáztűzhelyen van, de hát villantűzhelyet meg nem akarok, mert akkor nem lehet elani a gáztűzhelyet. És csak itt fognak porosodni. Így van, még annyi kell, mert még tiszta lágy. Hagyjuk még egy kicsit. Közben meg lehet nézni, arról nem megbizonyosodni, hogy már kezd kisülni. Hogy megnézzük a szélét, hogy fodrozódik el, látható, hogy már kicsit fodros az egész. Tehát az a jobb oldala már kezd sülni. Éppen ezért kell most egy kicsit arrébb vinni az egészet, hogy a bal oldala is elkezdjen sülni. Megnézzük a bal oldalát, mert itt már megint kezd sülni. Látható, nagyon szép lett. Nagyon szép, pont ilyen színeket kell látnunk, már is mutatom a kamerának. Így, ilyen szép színesnek kell lennie. Az éget, ez nem égett az egész. Ezek nem az égett részek benne. Ilyen szép színesnek kell lennie. Csak viszont én már egy kicsit kiugattam, mert felhólyagosodott. Megnézzük az alját, hogy milyen. Már is mutatom a kamerának. Láthatók a szép kis hólyagok. Éppen ezért már ki is lehet rakni. Így, pozitív.
Készült a következő adag. Nagyon kicsi olajat öntök bele. Ezzel szétoszlatjuk, mert bele a tészta. Na, szerintem ezt, hogyha szétoszlatom, már nagyon is jó lesz. Kicsi kell. Úrni. Na, ismét visszatértünk a végére. Ez az. Már csak egy nagyon kicsire van elegendő tésztánk. Azt külön gyűjtjük. Egyre pont elég lesz. Szerintem. Mert már látni az alját. Így van. Még egyre lesz elég, többen nem. Na nézzük csak. Ami sül, most megnézzük az alját. Látható, hogy már szép, fordítjuk. Hólyagokat eltüntetjük, kiszúrjuk az alját. Hadd menjen ki a gőz. Itt van egy nagy, kiszúrjuk, lelohad. Ami élemet megigazítjuk, visszahúzzuk a tányérra. Ami meg túlságosan elmúl, azt pedig így visszahagyjuk. Így kell ezt. Látható, hogy az alja már kezd nagyon szép lenni, nem tudom, hogy látják, de most már látszik. Ez az. Ez az utolsóra még az olajat megcsináljuk. Írni, beleöntjük. Ez az, és most olyat csinálunk, hogy lerakjuk, összegyűjtjük nagyon gyorsan, ami még maradt a tálban. Azt beleöntjük az olyan részekre, ahol még hiányos. Látható, hogy ez már nem olyan szép lesz, de még jó. Még a legkisebb részétől is megszabadulunk, ez az. Így. És már alig maradt valami a tálban, ezt még összegyűjtjük. Nem maradjon már senki semmi se ki. Ez az, tetén szétoszlatjuk. Nagyon jó lett. És látható, hogy kiürült a tál. Nem maradt benne semmi. Ez lesz az utolsó, itt van az előző, ez nagyon jól sikerült, nagyon sok benne a kis gócpont, úgy kell lennie. Azt mondja, olajat elrakjuk, mert ezekre már nem lesz szükségünk. Utána természetesen takarítás, de hát ez van. Megnézzük az alját, meg kell kezd foltosodni. Látható, hogy már kezd nagyon szép lenni. Hopp, visszahajtjuk. Másik oldalra, nagyon szép. Megfordítjuk. Ez az. Jaj, de szép. És nem is fordozódik annyira. Na, ez csoda szép lett. Pont az utolsóra sikerült a legjobban. Úgyhogy akkor tartsuk is meg ezt a műsort, nézzünk be alá, milyen. Vannak-e már különböző fordozódós jellegek, látható, hogy már nagyon szép. Igen, lehet kifordítani is mindjárt, még ezt az oldalt megnézem, nagyon szép lehet kifordítani. Nagyon tökéletes lett, mivel végeztünk, ezért elzárjuk a gázt. Így hagyjuk rajta, esetleg a másikra rakjuk hűlni.
És utána pedig következhet a mosogatás.